Az észak alföldi környezetgazdálkodási nonprofit KFT a vegyes hulladék mellett biztosítja a szelektív hulladékgyűjtését is. Ezeket a családi házak lakói 240 literes sárga gyűjtőedényekbe gyűjthetik, nagyobb társas házaknál pedig úgynevezett szigetek, és kék, illetve sárga edények állnak a lakók rendelkezésére. Bár minden gyűjtőn feltüntetik a helyes használatot még mindig gyakori, hogy a lakosság nem rendeltetésszerűen veszi ezeket igénybe. Különösen gyakran fordul ez elő karácsony után, amikor a különböző csomagoló anyagokat és dobozokat ezekre a hulladék szigetekre helyezik el nagy számban. Éppen ezért arra kérnék mindenkit, hogy amennyiben használja ezeket a szigeteket, akkor a ö, oda elhelyezett hulladékot igyekezzen a lehető legkisebb térfogatúra tömöríteni, illetve minden esetben az edénybe helyezze el azt. Úgy szokott ez kezdődni, hogy valaki előbb csak egy dobozt rak le a hulladékgyűjtősziget mellé, aztán a következő már két doboz, stb. stb. és a végén egy nagy szemétdomnak néz ki, holott annak egy szelektív hulladékgyűjtőszigetnek kell lennie, ami a csomagolási, tehát hangsúlyozottan a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgál. A társaság dolgozói ennek ellenére is elszállítják ezeket a hulladékokat és megtakarítják ezeket a szigeteket. Az ügyvezető elmondta, a szabálytalan elhelyezés miatt Nyíregyházán is szükség volt arra néhány társasháznál, hogy megszüntessék ezeket a hulladék szigeteket. Hozzátette, ilyen helyeken is külön igényelhető már 240 literes gyűjtőedény, aminek használatával ellenőrizhetőbbé válik a kezelés.